Papír problémák megoldása HP LaserJet MFP-M232-M237-M232e-M237e nyomtatósorozatnál. Ha a nyomtató nem szed fel vagy nem adagol papírt a nyomtatási feladat során, a nyomtatónak papír problémái lehetnek. A 01 vagy 03 hiba kód jelenik meg a nyomtató kezelőpanelén. Szakadt, tekert, gyűrött vagy összehajtott papír használata papír adagolási problémákat eredményezhet. Csak új, tiszta és jó minőségű papírt használjon, amely eleget tesz a nyomtató specifikációinak. A nyomtató előső részén emelje fel az adagoló tálca fedelét. Vegye ki a papírt az adagoló tálcából. Vizsgálja meg a kivett papírt, majd dobja el az összehajtogatott, gyűrött, szakadt vagy más méretű vagy típusú papírlapokat. Hajlítsa meg a papírköteget, majd ütögesse hozzá egy egyenes felülethez, hogy egy vonalba állítsa a sarkokat. Töltsön be az adagolótálcába legfeljebb 150 sima papírlapot a nyomtatási oldalukkal felfelé. A papír szélesség beállítókat csúsztassa össze úgy, hogy azok szorosan közre fogják a köteget. Engedje le az adagolótálcát. A nyomtatási feladat folytatásához nyomja le a nyomtató kezelőpanelén található folytatás gombot. Ha továbbra is hiba üzenetet kap, folytassa a következő lépéssel. A beállításoktól függően a nyomtatón kifagyott a papír vagy üres tálca hiba üzenet jelenhet meg, még akkor is, ha az adagoló tálcába volt papír betöltve. Nyissa ki a számítógépen a kinyomtatni kívánt dokumentumot, majd kattintson a File gombra. Kattintson a Nyomtatás gombra. A szoftverprogramtól függően kattintson a nyomtató tulajdonságai beállítások, nyomtató beállítása, nyomtató vagy preferenciák elemre. A papírminőség lapon nyissa meg a papírtípus legördülő menüt, és válassza ki a papírtípust. Nyissa meg a papírméret legördülő listáját, és válassza ki a papírméretet. Nyissa meg a nyomtatási minőség legördülő menüt, és válassza ki az előnyben részesített nyomtatási minőséget. Kattintson az OK gombra a beállítások alkalmazásához, majd kattintson a nyomtatás elemre. Ha a probléma nem szűnik meg, és továbbra is hiba üzenetet kap, folytassa a következő lépéssel. A nyomtató visszaállítása segíthet a hiba megszüntetésében, még akkor is, ha nincsenek papíradagolási problémák. A nyomtató bekapcsolt állapota mellett húzza ki a tápkábelt. Húzza ki a tápkábel másik végét a tápforrásból. Várjon legalább 60 másodpercig. Dugja vissza a tápkábelt a tápforrásba. A legjobb eredmény eléréséhez a HP azt javasolja, hogy a foli ajzatot használja. Csatlakoztassa ismét a tápkábel másik végét a nyomtatóhoz. A nyomtatónak automatikusan be kell kapcsolódnia. Ha mégsem, nyomja meg a tápkapcsológombot. Próbálja ismét kinyomtatni a dokumentumot. Ha a probléma nem szűnik meg és továbbra is hiba üzenetet kap, folytassa a következő lépéssel. Az automatikus eszközt használva tisztítsa meg a papíradagoló és felszedő hengereket a nyomtatón belül. Számítógépen vagy mobileszközön nyissa meg a HP Smart alkalmazást és válassza ki a nyomtatót. Kattintson a speciális beállítások lehetőségre kattintson a rendszerfülre. Ha még nincs bejelentkezve, kattintson az OK gombra, és megjelenik a Windows Security négyzet. A felhasználó név admin a szó a festék a hozzáférési környékén lévő címként található meg. Emelje fel a nyomtató patron rekeszének ajtaját, hogy megtekintse a címkét. Írja be a felhasználó nevét és jelszavát, majd kattintson az OK gombra. A barra lévő menüben kattintson a szervizelés elemre. A ráégető tisztítás mód részben kattintson az indítás gombra a tisztítási folyamat elindításához. Várja meg, amíg a tisztítási folyamat befejeződik. Próbálja ismét kinyomtatni a dokumentumot. Ha a probléma nem szűnik meg és továbbra is hiba üzenetet kap, folytassa a következő lépéssel. A papírfelszedő hengereken lévő por és törmelék papírfelszedési és adagolási problémákat okozhat. A hengerek tisztításához pihementes rongyot és desztillált vagy szűrt vizet használjon. Nyomja le a tápkapcsoló gombot a nyomtató kikapcsolásához. Húzza ki a hálózati vezetéket a nyomtató hátlapjából. Vegye le a tálca fedelet és távolítsa el az összes szabadon lévő papírlapot az adagoló tálcából. Két kézzel fordítsa oldalra a nyomtatót, hogy hozzáférjen az aljához. Tolja el a hozzáférési panelt rögzítő kékre teszt. Távolítsa el a hozzáférési panelt. Nedvesítse meg vízben a rongyot, majd csavarja ki a fölös legeltávolításához. Tisztítsa meg a felszedő hengert a rongyal, hogy eltávolítsa a felhalmozódást vagy a törmeléket. Alaposan tisztítsa meg az egész hengert. Hagyja 10 percig száradni a hengert. Állítsa egy vonalba és helyezze be a hozzáférési panelt. Tolja vissza és engedje el a kékeret ezt, hogy a panel a helyére rögzüljön. Két kézzel fordítsa a nyomtatót normál függőleges helyzetébe. Csatlakoztassa ismét a tápkábelt. A nyomtató bekapcsolásához nyomja meg a tápkapcsológombot. gombot. Tegyen papírt az adagoló tálcába és állítsa be a papírvezetőket. Eressze le a tálca fedelet az adagoló tálcára és nyomja előre, amíg a helyére nem kattan. Próbálja ismét kinyomtatni a dokumentumot. Ha a vezérlőpanel még mindig hibát jelez, folytassa a következő lépéssel. Ha a probléma nem oldódik meg, szervizelje a nyomtatót, Vegye fel a kapcsolatot a HP-vel a szervizelés és jótállás lehetőségeit illetően.